frissített az alkalmazás, amivel a telefonról kezelem a kamerát, és nagyon nehezen jöttem rá, hogy kell használni. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy ilyen mutass egy könyvet, ami pont-pont-pont videó lesz. Konkrétan tegnap este jutott ez eszembe, hogy gyorsan kiírtam Instagramra, hogy írogassatok nekem feltételeket, és írtatok is, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt most fel is veszem, ha már így hirtelen ennyibe megszállt az ihlet, és van kedvem, és ilyenek, és az Instagramom nem halna le, és meg tudnám nyitni a kérdéseket, az jó is lenne. Szóval így jött egy csomó, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez lesz a következő kis videó, úgyhogy vágjunk is bele. És hát így nem kerestem ki előre könyveket, úgyhogy ilyen élőben fogom élőben keresni könyveket a polcon gyakorlatilag. Úgyhogy vágjunk is bele, mert szerintem ez nem lesz egy rövid videó. Első könyv, amit meg kell keresnem, amiben szeretem a szerelmi szálat. Jó, egyébként azt nem mondtam el, de majd megpróbálok lehetőleg olyan könyveket keresni, amiket nem szoktam sokszor mutatni, hogy így kicsit szélesítsem a skálát, vagy amiket kevésbé mutogatok, azt többször mutogassam. Szóval egy könyv, amiben szeretem a szerelmi szálat. A romantikus könyveim azok így erre vannak. Ez a baj, hogy ilyenből több is van. Jaj, nem láttok. Szóval az a baj, hogy ilyenből több is van. Mert ez nem baj, csak most így hirtelen nem tudom, melyiket kéne mutatni. Na jó, na erre kell. Legyen a Lorul Impossz. Átfokuszál. Nagyon szeretem a Lorul Impossban lévő szerelmi szállat. Ez zseniálisan van megírva, úgyhogy... Ami a legutolsó beszerzésem? Ha! Mert hát ugye Matilda idén megszegte már, nagyon sokszor nem veszünk idén több könyvet fogadalmát, úgyhogy pont a héten vettem több könyvet is. Igazából ez a legeslegutolsó, a Libris diótörő díszkötet, mert megvettem a karácsonyi ajándékokat, viszont ugyanazon a napon vettem meg a TweetCute-ot is, mert ezt így rábeszélt, úgyhogy most már van saját példányom belőle, ezt ugye én már olvastam, de szerettem volna saját példányt, na. És ha már ott voltunk a bestsellersben, beugrott a kosaramba, vagy hát a kezembe, és aztán egyszer csak kifizettem, és hazajött velem. Ki érti az, hogy működik? Aminek a borítója rózsaszín. Ennek nagyon rózsaszín, ennek inkább pink, de az end talán többet mutogatom, úgyhogy ez Francis Hodgson Burnett-a, a padlásszoba kis hercegnője, azt hiszem az magyarul ennek a címe. Oké, következő, mutassak egy olyan könyvet, ami könyves Oscar díjesélyes. Hú! Ez az a nehéz, hogy én még nem raktam össze fejben, hogy az, hogy fog kinézni, meg nem is emlékszem szerintem fejből, hogy... Tudom, hogy van benne a legszebb borító, legjobb kedvenc főszer... kedvenc mellékszereplő. Ú, jó! A Ninth House-ból Darlington, mint kedvenc férfi mellékszereplő, mert nem mondanám igazából főszereplőnek, hiába van nézőpont fejezete egy pár, de egy zseniális mellékszereplő volt végül is, és nagyon-nagyon imádom. De nem tudom, majd még eldöntem, hogy fő vagy mellékszereplőnek számít, de igen. Következő, várjunk, ez ilyen többes. Szóval, amit még nem olvastál a polcadról, sok, van az összes új beszerzésem, amit még nem legyen ez. Amit még nem olvastam a polcomról, Patrick Rothfusstól a Szél neve. Átfokuszált? Ezt a idei könyvkempingkor vettem meg, amikor volt könyvkempinges gabós kupon. És ezt még nem olvastam, de mint a mérete is mutatja, igazából inkább azért, mert gigantikus. De akár mutatottam volna a teljes dűnét itt. Ami a komfortzónán kívül van. Emily Nagoszkitól fogom ide mutatni most akkor az Úgy, ahogy vagyott, mert ez egy non-fiction kötet, és én nem nagyon olvasok non-fictionöket, ráadásul ez egy ilyen... ez egy nagyon non-fiction kötet, tehát még csak nem is az, hogy életrajz vagy ilyesmi, hanem konkrétan ilyen tanulmányszerűség, ami nagyon-nagyon kívül esik nekem komfortzónából. És aminek lila a borítója, ez azt hiszem legalább négyszer benne van a kérdések között, úgyhogy nagyon szeretnétek lila borítós könyvet látni, úgyhogy többet is mutatok.
A hajdanvarázslói lila. Különleges hölgyek európai utazása lila, második kötet. Serafina lila. És az új utolsó egy szarvú kiadás, szintén nagyon lila. Na és unikornisos. Az Ultimate Combo. Combo. Nem tudom, miért beszélek ilyen hülyén. És aztán ezzel kipipáltam az összes lila borítós kérdést. Amit férfi írt, de női szemszögből. Az kizárt, hogy nincs ilyen könyvem, csak meg kell találni a megfelelőt. Legyen a csillagainkban a hiba. Mert ugye ennek, azt hiszem ennek Hazel Wade a narrátora. Úgyhogy, és John Green pedig férfi. Szóval férfi írt a női szemszögből. Jó, amit valaki ajánlására olvasta. Van egy pár. Szerintem ezt nem kell túlmagyarázni. Nagyon sok könyvem van, amit Eszti ajánlására olvastam, meg amit így a többi booktuber ajánlására olvastam, de a Klaus egy kifejezetten nagyon betalálós olvasmány volt. Könyv, aminek őszies a borítója. Igen, ebben már, ezzel már az őszitekben is kicsit szenvedtem. Legyen muskátani telt el a horgonyhely, mert nem tudom, ilyen sárgás, ilyen kiszáradt, fásszerű, egyébként a megcsodálatos borítója van. És szerintem ez őszies. Hátul is ilyen ágas minta van rajta. És egy könyv, ami túl nagy ahhoz, hogy utazáshoz magaddal vidd. A tűz és jég világa. Ezt nem lehet elvinni utazásra. Következő, ami LMBT plus történet. Girls of Paper and Fire, és egyébként ez is lila borítós. És ez... ebben leszbikus a főszereplő. És ez volt a legelső könyvklubos közös könyv, amit olvastam. Következő, amin létra van. Ezen véletlen nincs létra. De! Akkor mutatom meg a diótörőt, mert nem hiszem, hogy nagyon van másik könyvem, amin van létra. Bár ki tudja, de ez most emlékeztem, ezen ott a létra. Oké, aminek a leghosszabb címe van. Ez attól függ, hogy beleszámoljuk-e a sorozat címet is, mert akkor a Percy Jacksonoknak elég hosszú, mert hogy ugye Percy Jackson és az olimposziak, és utána még a cím, szóval akkor például szerintem a Csata a labirintusbannak van a leghosszabb címe. A Theodora Goss könyvei, mert hogy az alkimista lányának különleges esete, és a különleges hölgyek európai utazása is elég hosszú cím, szerintem. Ez a Andrew Petersontól a The Wingfeather Saga, a Sötétség Sötét Tengerének Peremén című első kötete. Ennek elég hosszú címe van. Nem tudom, hogy melyiknek van a leghosszabb, mert most nem fogom megszámolni betűre. Aminek fontos üzenete van. Hát van több olyanom is. Van egy könyv, amit én még nem olvastam, de tutira fontos üzenete van. Hát ilyen pontra. És ez R.J. Palacio-tól a Wander. Nem volt alkalmam elolvasni a könyvet, de szerintem ez olyan lesz, aminek fontos üzenete van. Ami egy klasszikus. Ha olyan, amit nem mutatok sokat, akkor a Puffin kiadásból ez a Charles Dickens-től az Oliver Twist Oliver. Ez egy klasszikus. Következő, aminek a címe a keresztneved legalább 4 betűjét tartalmazza. Tudok jobbat. Ami a keresztnevem összes betűjét tartalmazza, a Matilda. A Jolly Joker könyv erre a kérdésre. Amit még sohasem mutattál. Pumpkinheads, Rainbow Rowell-től is azért nem mutattam még sohasem, mert egyébként ugye mindent szoktam nagyjából mutogatni, de ez szintén ezen a héten beszerzett könyv, csak előbb szereztem be, mint amiket mutattam az elején. Úgyhogy ezt még nem mutattam soha. Szerintem képen se. Hát itt van egy olyan, hogy horror, de cuki is egyben. Nem olvasok horrort nagyon. Szerintem nekem nincs is horror könyvem. Inkább ilyen thriller van. Könyvet mondani rá tudok, hallomásból az apró terekre azt mondják, hogy az horror, de cuki. De azt én még nem olvastam, és nincs is meg, úgyhogy erre sajnos nem tudok könyvet mutatni. Ami idén meglepet, lehet jó és rossz is. Most a polcomról így nem tudok szerintem mutatni, mondani tudok egyet, mert azt most olvasom és meglepődtem rajta, hogy milyen jó. Az a Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz, Holly Jacksontól, a
azt most olvasom, mert közös könyvklubban, és én nem gondoltam, hogy az ennyire jó lesz, bár még csak 2 órát hallgattam, vagy 3-at belőle végig, de nagyon tetszik. Viszont az a helyzet, hogy most így végignézve a könyves polcomon olyan könyv, amit idén olvastam, és idén lepődtem meg rajta, olyan kifejezetten meglepődtem, hát most hirtelen ilyet nem tudok mondani. Következő, nem R betűvel kezdődik a címe. Daisy Jones and the Six. Szeretném hamarosan olvasni is, mert nagyon jónak tűnik, és Emma approved, meg Esti approved, meg sok ember approved, szóval igen. Lila borítót már mutattam, amiben van boszorkány. Ez egy friss olvasásom Gallai Nagy Krisztinától, a boszorkányos hírnév. És ő a boszorkányunk. Aminek virág van a borítóján. 10 000 ajtó. Ezt sem olvastam még, ezt még tavaly előtt vettem. Tavaly vettem a könyvhéten. Mardekáros hangulatot áraszt. Húha! Annyira nem vagyok jó az ilyen ízés bekategorizálásába Harry Potter házaknak. Mármint azt meg tudom mondani, hogyha valami hugrabug, de egy amúgy ennyi. Hát őszintén, erre is a Ninth House-t tudom mondani. Nem csak a kígyó miatt, hanem mert Alexnek szerintem olyan benne a személyisége, ami ilyen... Amiben több nemzetiség is szerepel. A fantasy az csalásnak számít, mert ha van benne ember, meg mondjuk tünde, akkor ez 2 külön nemzetiség, nem? Ez is fantazi, tudom, de hogy ne ennyire könnyűt mondjak. Szóval biztos, hogy nem erre vonatkozott a kérdés, de most hirtelen olyat nem tudok mondani, amiben... Dehogy nem. Ilyen vagyok. Walter Tevis-től a vezércsel, mert ugye ebben amerikai sakkozó főszereplő, de vannak benne orosz sakkozók is. Tutira. Csak találtam rá könyvet. De hogy azért akartam a harmadik Így neveld a sárkányodat részt, mert ebben vannak a vikingek és a rómaiak. Oké. Aminek, ez egy nagyon specifikus kérdés, aminek a 74. oldal a párbeszéddel indul. Hát ez most úgy fog kinézni, hogy... 74. oldal... Amúgy mekkora mázik el hozzá, hogy elsőre olyan könyvet vegyek le a polcról? Itt van, ugye ez itt a 75., ez itt akkor a 74., és ott van. Legelső mondat, párbeszéd. How did he die? Kérdezte Leo. Ebben most nagyon belenyúltam, vagy nagyon sok könyvnek a 74. oldala párbeszéddel kezdődik. Oké, következő, amit utáltál, mégis végigolvastad. Az a helyzet, hogy én fizikailag képtelen vagyok lerakni egy könyvet félúton. Szóval én mindent végigolvastam, amit utáltam, kivéve, hogyha kötelező volt, mert a kötelezőket máshogy számolom. És azokat inkább leraktam, és elolvastam neten egy összefoglalót, ha úgy volt. Amit kifejezetten... Végül is az a helyzet, hogy azoktól meg szoktam szabadulni, amiket nagyon-nagyon nem szerettem. Szóval tudnék olyat mondani, amit kifejezetten utáltam. Ami Hannah Richelt-től volt, a Shadow Year, azt nagyon sokat szoktam emlegetni ezen a csatornán, és azt utáltam, viszont azt le is adtam a könyvtárnak, hát ha nekik jobb lesz. De szóval amúgy mindent végigolvasok, még ha nem is tetszik, akkor is. Ami komfort könyved, de ne a Percy Jackson-t mutassam, mi? Meg ne is a Fangirl-t. Mit mutassak akkor? Jön, ami még komfort könyve. Kerjon. Ami a legjobban meglepett pozitív értelemben. Idén nem voltak annyira ilyen pozitív-negatív meglepetéseim, mert hogy így nagyjából minden könyv olyan volt, amire számítottam belőle. Pozitív értelemben meglepett... Lehet mondani, de megint a boszorkányos hírnevet, mert az nagyon-nagyon tetszett, és nem számítottam el talán arra, hogy ennyire tetszeni fog. Nem számítottam arra, hogy nem fog tetszeni, csak arra se, hogy ennyire tetszeni fog. Apukáddal a közös kedvenc. Ház az Égszínkék tengernél. Ez tutira. Ha egyszer elolvasom a Dűnét, kiderül, hogy az is az-e. Mert ugye valakitől megkaptam az első 4 részt a Dűnéből. Aminek a címe tartalmazza az ezüst szót. Tudom, hogy ott az ezüst kéz, az biztos csak meg akarom nézni, hogy
Van-e más esetleg? De szerintem nincs, úgyhogy... Klein Hans Csillától az ezüst kéz. Amit legutoljára olvastál? Ezt most nem biztos, hogy ki tudom venni a... Szóval ezt fejeztem, mert gondolom, hogy az arra vonatkozik, mert amúgy egy gyűrűk urát olvasom, de a Wings of Fire-ből a hetedik rész, a Winter Turning volt a legutolsó befejezett könyvem. Na, már nincs sok hátra. Következő, amiben van cica. No, hát mivel ez Zsófi kérdezte, ezért nem fogom a Ház az X-ink internetet olvasni, mert azt tőle jegyeztem meg, hogy van benne cica, de a Nem semmi lányban van egy cica, bár lehet már az első részben is a Semmi lányban is van egy cica. A Nem semmi lányban már tuti ott van a cica, úgyhogy azért ezt mutatom. Különleges hölgyek európai utazásának elején is van egy macska, mert szó van róla, hogy lett egy macskájuk. Ezekben most tutira tudom, hogy van macska. Egy könyv, ami, mutass egy könyvet, ami igen, felkavart. Az előbb kigondoltam, hogy mit akarok erre mutatni, és most hirtelen elfelejtettem. Hong Kongtól a nemes teremtmények, ez egy elég durva könyv volt. Mutass egy könyvet, amit egyszerre imádtál és utáltál. Hát, ez szintén egy fogós kérdés. Szerintem én valamit imádni per utáni szoktam. Talán erre mondhatom azt, hogy az utolsó Percy Jackson kötet úgymond, a Tower of Nero, amit imádtam, mert Rick Riordan könyv, de utáltam, mert az utolsó a Percy Jackson erában. Kivéve ha azt számoljuk, hogy lesz egy spin-off Will és Nico kötet, illetve hogy Rick Riordan bejelentette, hogy lesz egy új Percy Jackson kötet is jövő év végén, de igen, tehát ilyen... Hát talán ez, de egyébként ilyen nagyon love-hate kapcsolatom nem sok könyvvel van, szerintem. Legalábbis ettől jobbat most hirtelen nem tudok mondani. Az utolsó. Szóval mutass egy könyvet, amin egyszerre sírtál és nevettél is. Na! Ebből szerintem tudok többet is mutatni. Legalábbis majdnem biztos, hogy tudnék. Nem vagyok benne biztos, ezen a végén lehet, hogy csak sírtam. Már addigra lehet, hogy eléggé megkomolyodtak a dolgok. Szóval az utolsó egyszarvún tutira volt egy kis pityergésem, vagy szomorúságom, de én úgy emlékszem, ezen nevettem is. Aztán itt van az utolsó Így neveld a sárkányodat rész, amin tutira bőgtem, de hogy alapvetően az Így neveld a sárkányodatok azok ilyen vicces könyvek is, meg vannak benne vicces mozzanatok. Lehet, hogy az utolsó részben nem volt, de hogyha a sorozatot összegészében nézem, akkor azon nevettem is, és sírtam is. Mondjuk ugyanez lehet elmondható Percy Jacksonról is. És itt van még Jojo Moyes-ról a Mielőtt megismertelek, amit már nagyon régen olvastam, tutira sírtam rajta, de én úgy emlékszem, hogy ez a könyv egyben humoros is volt, szóval valószínűleg nevettem is. De hát az idő azért kicsit meghalványította ezeket az emlékeket, valljuk be. Amúgy visszatérve a megrázóra, a Suttogó is elég megrázó kötet. Főleg, hogy most így eszembe jutott csak, hogy a legelején, amikor a lovat elütik, meg a kislányt, így kapásból egy olyan részletes leírás van arról a balesetről, hogy én nem tudom, 15-6 évesen olvastam ezt a könyvet, hát elég kemény volt. Szóval, ez lett volna ez a nagyon maratoni hosszúságúra sikeredett mutass egy könyvet, ami videó. Még egyszer köszönöm szépen, hogy ennyi feltételt, vagy nem tudom, hogy ez minek számít. Szóval, hogy ennyi mindent írtatok. Ebben a videóban az a jó, hogy nem kell annyira előre gondolkodni rajta. Közben kicsit gázabb, hogyha nem jut az embernek semmi eszébe, mint most nekem is volt egyszer-kétszer ilyen. És ezt egy élmény lesz megvágni, úgyhogy mindenki remélem bekészített az elején nasit és valami üdítőt, mert kelleni fog hozzá. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!